Sajnos az idei évben sem tudták hagyományos tavaszköszöntő rendezvényüket megszervezni a bátszalókon. Így más módját választották a húsvéti sokadalomnak. A szalókiak nem szeretik üres kézzel várni a tavaszt. Ezért szorgos kezek hetek óta azon fáradoztak, hogy csodaszép köntösbe öltöztessék a Tiszató strand területét. Sajnos már egy nagy rendezvényünk elmaradt, a Tiszatort Böllér Fesztivál ahol több ezer látogató szokott nálunk lenni. Ez tavaly is és az idén is sajnos már elmaradt. Ezután a következő rendezvény a húsvéti sonkadalom, amely a város főterén szokott megrendezésre kerülni de az idén sajnos ez a rendezvény is elmarad. De hogy nem maradjunk húsvét nélkül, és a város főtere egy kicsit kisebb térben, ezért most a Tiszató strandra, a bácsalók szabad hoztuk ki a díszítésünket, azért, hogy ebben a járványos időszakban is tudjanak benne gyönyörködni a kedves vendégek. Itt mindenki megtalálja magának való családok a látogathatnak ide. Nem mellesleg itt halad el a kerékpár út, ahol valószínűleg megjelennek a következő héten már a kerékpárosok, és nekik is egy-egy megállóra, pihenőre tudjunk kedveskedni, hiszen készülünk a húsvéti ünnepekre, és nagyon várjuk a tavaszt. A helyieket elvarázsolta a húsvéti partszakasz. Húsvéti ez nagyon klassz. Meglepődtünk, mikor bejöttünk, akkor csak, csak néztük, hogy mi is ez, mi akar lenni. Ez nagyon ötletes és, és nagyon jó. Szerintem nagyon szép, főleg a gyerekek szerintem nagyon fogják ezt élvezni, mert vannak kisebb játékok is, meg olyan helyszínek, ahol igazából ilyen szép húsvéti képeket is lehet készíteni. A polgármester elárulta a Karcak televíziónak. Azért választották ezt a helyszínt a polgármesteri hivatal előtti tér hogy kényelmesen elférjenek az ide látogatók. Még a húsvéti hétvégére, a négy napra még készülünk tovább bővíteni az, az attrakciónkat, még egy kis meglepetéssel fogunk készülni. És hát ugye a itthon lévő illetve hogyha valaki a szabadidejét kín szeretné tölteni, a szabad levegőn, a megfelelő szabályokat természetesen betartva, akkor kellemesen érezhesse itt magát, és egy kicsit jobb legyen a hangulata, és hogy minél hamarabb fel tudjunk majd szabadulni. Így abátszalók nem csak nyáron, hanem ebben az időszakban is kikapcsolódást jelenthet a turisták számára.